Köszöntünk mindenkit, aki a Szeretettel a Műhely videóit nézi. Most egy találkozó után vagyunk, és ezen a találkozón felvetődött annak a kérdése, hogy nagyon sokan nézik ezeket a videókat városokban, és álmodoznak arról, hogy kiebb mennek, és önellátó vagy önellátás felé közelítő életmódot kezdenek el, viszont nem tudják azokat a lépéseket, hogy mi az, ami vezet, mi az, amit már most meg tudnának tenni. Én a Robival és a Helgával már korábban beszélgettem erről a témáról, és nagyon jó összefoglalót kaptam tőlük. Azt szeretném, hogy ezt most megismételnétek itt a nézőknek, hogy ti hogy látjátok? Hát Anasztáziának nem csak az az üzenete, hogy egy hektáros birtokon gazdálkodjunk, hanem igazából a szabadság, hogy minél inkább szabaddá válni, és azt felülvizsgálni, hogy mik azok a területek, ahol elmegy az energia, ahol leharcolja az ember mentálisan magát testére. Ezeket nagyon fontos felülvizsgálni. Ezen kívül a körülöttünk levő gyógynövények ismerete is esetleg fontos lehet, vagy ehető növények. Tehát most is van még csúkhúz, zamatos turbolya, pippanglevél, ragadós galaj, ebből minden nap eszünk zöld turmixot készítünk például, aminek az a lényege, hogy egy gyümölcs, egy alma mondjuk bele van darabolva, 4-5 növény. Ezt csinálom 10 hónapja, és most visszaszínesedett a hajam, mert már ez tiszta ősz volt, rövid volt, most nem lesz, visszaszínesedett, tehát vannak erre bizonyítékok, hogy... Tehát segít ráhangolódni arra az energiára, amin a növény is rezeg, nem? Leginkább, hogyha a környezetünkből szedjük össze, mert ezt Anasztázia is mondja, hogy amikor beveszünk egy olyan gyümölcsöt, ami a kertünkben van, akkor azzal az energiával tölt föl minket, amire szükségünk van, és ezt meg tudja adni egy tyúkúr is. Vagy egy csalán is. Uh-huh. És ha már kimegyünk, ahogy gyűjtjük össze, már mozgunk, kint vagyunk a friss levegőn, tisztul a gondolkodásunk, és sokkal inkább saját magunkra tudunk hangolódni, és arra a belső intuícióra, ami bennünk van, hogy ha tetszik arra a gyönyörű virágra, ami mindenkiben ott él benne, és tényleg felszabadítani magunkat, hogy mi az, ami akadály számunkra, és mi az, ami tényleg élni akar általunk, és tehetünk apró lépéseket, ha csak más nem leírni egy naplóba, vagy megbeszélni valakivel, vagy ilyen emberekkel tartani a kapcsolatot, akik már ilyen ragyogó és szabad életet élnek, mint amiben a közösségi találkozóban is sok ilyen ragyogó csillagos személy emberrel találkoztunk. Még eszembe jutott a telefonbőjt, tehát a felkelés utáni egy óra nagyon fontos, hogy nem a Facebookot görgetjük, hanem akár meditáció, vagy mozgás, vagy egy zöld turmix elkészítése, és a lefekvés előtti 4 perc nagyon fontos. Tehát, hogy merülünk álomba, és hogy kellünk, hogy indítjuk a napot. Mert egy jó indítással annyi energiához tudunk jutni, ami egészen estig elég, és nem harcoljuk le annyira mentálisan magunkat, ez is nagyon fontos. Na most képzeljük el, hogy valaki városban él, és betonrengetegben van, ők hol találnak ehető vadnövényeket? Hát betonrengetegben a mozgást ott is meg lehet, de én eddig bármerre jártam, mindenhol találtam, mert ilyen nagyon, nagyon szigorúan csináljuk a zöld turmixot, és rengeteget utazunk, és mindenhol meg tudtam csinálni, tehát városban is meg lehet csinálni. Szegeden végig a Tiszapart, tehát mindenhol adódik lehetőség. Budapesten a barátunknak megmutattuk a bérháza, emeletes házak között is megcsináltuk. Tehát ez tehát kifogás nem lehet. Nincs kifogás. Nincs kifogás. A másik a mozgás, amit egy város is meg tud, még jobban, mint vidéken, ott nagyobb lehetőségek vannak, tehát a mozgás az nagyon fontos. Az nagyon sokat tud hozzáadni a lelki egyensúly visszabillenéséhez. Meg felülvizsgálni a munkahely kérdését, meg a gyerek iskolába járatásának a kérdését, mert ott akkor gyakorlatilag lemondunk magunkról, lemondunk a gyerekünkről, hogy más ossza be az időnket, tehát ezt nagyon felülvizsgálni. A buborékvásárlást, ha bemegyünk egy bevásárlóközpontba és 60 ezer forintért beteszünk a kosarunkba valamiket, akkor azt lehet, hogy ki lehetne a felét, vagy a kétharmad részét váltani, csalánkosért, tyúkúrfőzelék, tehát hogy ez nem olyan nagy erőfeszítést kíván ezt megismerni, viszont nem okoz halálfélelmet, hogy éljálunk, hogyha mondjuk elveszítjük az állásunkat, vagy valami, tehát lehet haját biztosítani magunknak egész évben. Hát ez nem pénzkérdése. Nem pénzkérdése, ez csak döntés kérdése. Csak döntés kérdése. Meg tudatosság kérdése. És honnan gyűjtsön egy városi ember erőt? Ehhez. Az erő az nagyon fontos. A felkelés utáni egy óra nagyon-nagyon fontos, és szerintem, hogyha az egy órát jól beosztja, az egy nagyon komoly lehetőség, mert akkor nagyon magasról indul, és talán estig kitart, de a gondolatoknak a kontrollja a másik, ami nagyon nagy lehetőség az erőgyűjtéshez, mert a gondolatok viszik el.
Tehát egy gondolat képes olyan burjánzást elindítani, ami aztán olyan erős érzelmi kitöréseket okoz, hogy leharcolja az embert. Ez egyik legfontosabb a gondolatoknak a kontrollja. Én nagyon komoly meditációkat végeztem, egyszerűen számoltam meditáció közben, de többféle lehetőség van, de mindenképpen picit kontrollálni. A jóga nagyon jó lehetőség, a légzés figyelése, a nagyon kemény, panaszkodó és háborgós gondolatoknak a egyáltalán észrevétele és kicserélése esetleg valami szépre. Nagyon jó, köszönöm szépen, és még egy dolgot említettetek, amit mondtam, hogy említsünk meg itt a végén, hogy ti milyen életmódot éltek, és miben vagytok most éppen. Hát van egy anasztáziás tanyánk, ahol egy hatalmas mélymulcsos kertet valósítottunk meg, rengeteg gyümölcs van, de most egy ilyen lakókocsis életet élünk, tehát szeretünk vándorolni, a szabadságnak a még magasabb fokát igyekszünk megélni. Uh-huh. Nem járunk munkahelyre, a gyerekünk nem jár iskolába. És akkor, mint a százas könyvsorozatban is voltak a volkok, akik vitték a híreket, a tudást, és inkább ilyen összekötőnek érezzük magunkat, mind a ketten olyan szeretünk kapcsolódni, és olyan emberek közegében lenni, akiktől mi is tudunk tanulni, meg mi is át tudjuk adni, ami bennünk van, és a lakautózás az tényleg egy ilyen minimalista is, hogy nincs nagyon sok kiadásunk, valamint kellőképpen görbülékeny, és jelenleg van egy olyan lakóautónk, amit szeretnénk egy nagyobbra, mert hogy kinőttük, szeretnénk lecserélni egy nagyobbra, és akkor az lenne, amit szeretnénk itt megosztani, és köszönjük, hogy teret kaptunk rá, hogy a kisebbet, ami egy lakófurgon, Peugeot-jőt, és azt keresünk neki egy szerető gazdát, hogy le tudjuk cserélni egy nagyobbra, ahol egy kis 9 éves is otthonra találhat, és lehet tudunk is saját szobáját. Jó, akkor itt az elérhetőségeteket majd a videó alatt megosztom, és akkor aki szeretne ezt kapcsolódni, vagy bármilyen ötlete van, akkor azt kérjük, hogy jelezze nekünk. És akkor köszönöm szépen, hogy válaszoltatok a kérdésekre. Jó kérdések voltak, könnyű volt válaszolni. Köszönöm.